Dragomán György 15 évesen 1988-ban költözött Magyarországra Marosvásárhelyről. Első regénye, a Pusztítás könyve 2002-ben jelent meg, melyet 2005-ben követett a második, a Fehér király. Utóbbit azóta több mint 30 nyelvre fordították le, Kínától Brazíliáig, ott van a világ könyvtárainak polcain. Írásait rendszeresen közlik magyar és külföldi lapok, mint a The Paris Review, a Le Monde és a New York Times. A művészasztal nézői a Mágiából és a Fehér királyból láthattak részleteket. A regény Erdélyben játszódik, a Ceausescu diktatúra évei alatt, és azt meséli el, hogy milyen kalandok közepette éri túl a 12 éves Dzsata élete legnehezebb évét. Dragomán György műveiben a kamaszok szemszögéből mesél, ennek több oka is van. Ezek a könyvek a diktatúráról szólnak, és azt hiszem, azt legjobban az AOL nézetből lehet megmutatni. Nem szándékosan alakult így, hanem elkezdtem ezeket a hangokat használni, és ahogy elkezdtem, megszólaltak ezek a gyerekhangok, azt vettem észre, hogy mivel ők lentről néznek felfele, pontosabban látnak, mint hogyha fentről néznének lefele, és akkor elkezdtek szólni ezek a hangok a fejemben, és én nagyon sodró lendületű történeteket kezdtek mesélni ezek a fiatal emberek, a Fehér király főszereplője, Dzsata, a mágiai pedig Emma. És akkor onnan kezdve, hogy vitt a hangjuk, onnan kezdve nem is nagyon volt már választásom. A Mágiát több hazai és külföldi színház is műsorára tűzte. Budapesten a Víg Színház házi színpadán játsszák. A Fehér királyból 2016-ban brit-amerikai film készült. Amíg írtam ezeket a könyveket, én voltam az egyetlen olvasójuk, és teljesen magányosan is magamnak írtam őket, és akkor látni, hogy most mások is olvassák őket, és nem csak, hogy olvassák, hanem egyszerűen átugorja a műfaji határokat, amint írtam, és meg tud ihletni filmeseket, meg tud ihletni rendezőket, ez egy nagyon izgalmas érzés, mert ezeket a dolgokat én ajándéknak tekintem. Úgy gondolom, hogy ezt nem nekem kell csinálni, én megküzdöttem azzal, hogy a mondatokat meglátom, hogy a képeket leírom, és utána az nagyon jó érzés, hogy ez másokat is megihlet, és látom, hogy ők is beteszik a saját munkájukat, és megtalálják benne a saját képüket úgy, ahogy én az enyémet találtam meg ezekben a szövegekben. Az esten, amelyet Kovács Judit író moderált, olyan megzenésített versek is elhangzottak, melyek a szerző felesége Szabó T. Anna tollából születtek. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház közönsége a következő évadban láthatja majd Dragomán György egyik művét, hiszen a Kalucsny című drámát bemutatja majd a társulat.